parlamenti vitanapot tartottak a héten a cigányság felzárkóztatásáról, jelen voltak kormánypárti és ellenzéki képviselők is, több órás vita volt. Sok szempontot megismételtek a képviselők, amelyeket már az elmúlt évekből jól megismertünk, és elővették a kormány jelenlegi stratégiáját is. Itt ül a stúdióban Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondják önök, hogy nincs létező vagy működő stratégia, ez a helyes kifejezés, nincs működő stratégia jelenleg előttünk az asztalon, leszámítva a Jobbik elképzelését. Így van, ezt mondjuk, hát sajnos a 22 év ezt ennek cáfolhatatlan bizonyítékát adja. Az elmúlt 22 évben különféle kormányok jöttek és mentek, vagy éppen most vannak, és azt látjuk, hogy a cigányság felzárkóztatását illetően nagyjából elmondták mindig ugyanazt. Felzárkóztatásról, integrációról beszéltek, de az eredmény az nagyjából ugyanaz volt, egy folyamatosan lefelé tartó spirál, aminek eredményeképpen a cigányságnak az integrálódása és szocializálása az egyre mélyebbre és egyre távolabbra csúszik. A számok ezt igazolják valóban, hát ugye ismerjük például az állami számvevőszék felmérését, hogy hány száz milliárd forintot öntöttek bele ebbe az ügybe, és körülbelül a 10%-a jutott el az érintettekhez. Most itt beszélünk a segélyekről, meg az egész egyéb felzárkóztató programokról, csak hogy önöket kritizálják azért, és van is ebben valami, hogy hogy szerzik az információjukat a cigányságról. Milyen információkból táplálkoznak önök, amikor a stratégiájukat felépítik? Egyértelműbben fogalmazok. Fekete egyenruhában nem lehet valós információkat szerezni egy problémákkal küzdő településről. Hát kettő is a válaszom erre a kérdés. Egyrészt a parlamenti vitanapon a felszólalásomban is elmondtam, hogy nincsenek információink a cigányságról. Méghozzá azért nincsenek, mert Magyarországon egyelőre tabu téma a cigányság társadalom jelenlétének a vizsgálata. Tehát miközben a szociológia szinte mindent vizsgál, hogy ki milyen színű zoknit hord, azt nem vizsgálja, hogy a cigányság milyen állapotban van Magyarországon, mennyiségileg, minőségileg, ami nem lett egy tabu kérdés, hiszen a társadalom egyik legsősebb problémájáról van. A válaszomnak a másik része, igen, bocsánat, csak egy mondat. A válaszomnak a másik része pedig az, hogy emellett azért mégis van egy olyan társadalmi tapasztalat, ami azt gondolom, hogy nem előítélet, mint azt nagyon sokan mondják, hanem utóítélet, még egyszer mondom, tapasztalat, és a Jobbik ennek a, én azt gondolom, általános társadalmi tapasztalatnak igyekszik hangot adni. Csak látunk olyan statisztikákat, látunk olyan adatokat, és ez előkerült a parlamentben is, hogy például a foglalkoztatottak között a romák aránya milyen alacsony, aztán, hogy a regisztrált munkanélküliek esetében pedig milyen magas. Tehát ez két olyan statisztika, amely a cigányság, ha arról beszélünk, hogy milyen a társadalmi helyezkedésük vagy a beágyazódásuk, akkor ugye a munkán keresztül nagyon sokat elmond az ő helyzetükről. Tehát ez nem igaz, hogy nem tudunk róluk eleget. Hát egyébként ez egy kisebb fajta vitát is kavart a parlamenti vitanapon, hogy ezek az adatok honnan vannak, mert akkor elvileg mégiscsak lehet ilyen fajta statisztikákat készíteni a kormánynak. Ilyen értelemben volt egy a kommunikációjában egy nagyon súlyos ellenmondás, úgyhogy én örülök neki, én örülnék neki, és a Jobbik ezt is javasolt. Ez volt az egyik fő üzenetünk, hogy álljon föl végre egy olyan bizottság, túllépve a parlamenti pártokon, bevonva a civil szférát, a cigányságot is, amely egyáltalán diagnózist elkészíti. Mert mindaddig, amíg a diagnózis nem állítottuk fel, és nem nincsenek olyan szilárd, tényszerű alapok, amiről a vitát le lehet folytatni, amíg a vita hitvita, mint ami szerintem ez a vitanap is volt sajnos, addig nem fogunk tudni előbbre jutni. Hát a másik pedig az, hogy az oktatásról mennyit tudunk, ugye ez az integráció, szegregáció kérdése. Van, ahol így van, vannak jó példák is az országban, és vannak nagyon rossz példák is az országban, mert ugye ezt szokták mondani, hogy oktatás és munkahely. Az oktatás a fiatalabb generációnak, a munkahely pedig az idősebbeknek, hogy ne kelljen segélyből élniük, ezt kellene valahogy megoldani. Tulajdonképpen ennyire egyszerű ez a képlet. Én is azt mondom, hogy józan parasztésszel megoldható lenne. Én a példaként az érpataki modellt hoztam föl, amely nagyjából arra épül, hogy a építő és a romboló embereket külön választja, az integrálódni akaró és az integrálódni nem akaró embereket külön választja, és azt mondja, aki integrálódni akar, azt segítem, aki nem akar, azt nem segítem. Tehát nem pusztán annyi problémája van a Jobbiknak, hogy túl sok pénz ment feleslegesen és eredménytelenül a cigány felzárkóztatásra, mert nem a pénz mennyisége a bosszantó, hanem az bosszantó, hogy ennek semmiféle eredménye nem volt. Tehát valóban lyukas hordóba hordtuk ezt a pénzt. És ami pedig az oktatást illeti, ott én úgy gondolom, hogy az integráció és szegregáció vita az egy álvita. És azt elmondtam szintén a vitanak,
vitanapon, hogy nincs dogmatikus megközelítésnek hatása vagy eredménye. Van, ahol az integráció visz előre, van, ahol a szegregáció. Nem szabad ezeket a kérdéseket, nem szabad ezt a két eszközt akár démonizálni, akár fetisizálni, hanem megfelelő rálátással, szaktudással az éppen hasznosat, az éppen használható megoldást kell megtalálni. Hát igen, csak azért nem értek önnel egyet, mert itt azonos képességű diákokról kellene, hogy beszéljünk, nem származás szerinti felosztásról, miközben hát tudjuk, hogy ez így megy, ránézésre sokszor már eldől, tehát ez az integráció, szegregáció lehet, hogy egy álvita, csak vannak rá létező példák. Hát én meg akkor szintén akkor is vita, én sem értek önnel egyet, mert például nagyon sok helyen olyan van, ahol maguk a cigány közösségek kérik azt, hogy szegregált tanulhassanak a gyerekek, mert a gyermekek így érzik jól magukat, és akkor jön a Budapestről, a Rózsadombról egy cigány jogvédő, aki elmondja, hogy de már csak azért is integrálhatóság, ha beledöglik itt mindenki akkor is. Szóval én úgy érzem, hogy ez a liberális, erőltetett, mesterkélt integráció, ez nem megoldás, és hogy ez ebben igazam van, azt az elmúlt 22 év, még egyszer mondom, tényszerűen bizonyítja. Tehát ön azt mondja, hogy az első lépés annak kellene, hogy legyen, hogy pontos képet kapjunk a társadalmi helyzetről, lehetőség szerint valamiféle statisztikával alátámasztva. Így van, hiszen mellébeszélés folyik nagyon sokszor ezekben a vitákban, a rózsaszín ködbe burkolják az egész kérdést, és amikor sokan vádoltak bennünket azzal, hogy most ezt a vitanapot mi csak arra használtuk, hogy ismét elmondhassuk a magunk nézeteit, akkor erre az volt a válaszom, hogy én nem annak örültem, hogy a Jobbik elmondhatta a véleményét, vagy nem csak ennek, hanem annak is örültem, hogy a tévé közvetítésen keresztül a többi párt is elmondhatta a véleményét, és végül a magyar emberek látták, hogy sem az MSZP-nek, sem a Fidesznek, sem az LMP-nek nincs semmilyen értékelhető és új alternatívája ebben a kérdésben. Itt van velünk Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke. Jó reggelt kívánok önnek is. Jó reggelt kívánok. Ez lenne tehát az első lépés, hogy valós képet kapjunk. Ön szerint mennyire ismerjük a valóságot jelenleg? Hát szerintem nincs olyan kérdés, amit ne tudnánk már erről az ügyről. Már tenni kell. Tehát az idő már lejárt, hogy tanulmányok hátán. Természetesen mindig van mit kutatni, mindig van mit vizsgálni, de hát az helyzet, hogy az előző kormányban csak ezek történtek meg, különböző tanulmányok, és arra válaszlépés, reakció nem nagyon volt, és ez ma már teljességgel érezhető. Sajnos. Amikor amellett érvel, mert hát tudom, hogy amellett érvel, végigkövettem a parlamenti vitanapot, hogy létezik olyan stratégia, amely működik, a kormány jelenlegi stratégiája, akkor mi az ön számára a legfontosabb érv? Vagy mi a bizonyíték annak, hogy most egy működő, egy célszerű úton jár a kormány? Hát nézze, ugye minimum három dolog kell ahhoz, hogy egy kisebbség jelen esetben a cigányság élethelyzetének javításában, felzárkózásában valamilyen induljon. Először is kell egy politikai döntés, vállalás, egyértelmű kinyilvánítása. Azt gondolom, hogy ez a miniszterelnök részéről azzal, hogy a keretmegállapodást aláírtuk, és Európában, sőt azt kell mondjam, ennek a világon egyedülálló módon vállaltunk kölcsönösen felelősséget, konkrét időpont számokkal meghatározza. Ez az első tétel, ez szerintem kipipálható. A második kell hozzá pénzeszköz, garancia ahhoz, hogy ez erre van is biztosítva keret. A harmadik pedig kell, aki ezt megvalósítja. A keret megvan, ugye ez számszerint kimutatható, hogy honnan, milyen módon lehet ezeket lehívni és megvalósítani. És van, aki megvalósítsa, hiszen van egy kétharmados győzelmet, biztonságot maga mögött tudó cigányok által megválasztott új testület, Országos Római Önkormányzat, választott vezetők. Tehát tulajdonképpen ez a három feltétel adott. Én azt gondolom, hogy ennek a keretmegállapodásnak a megvalósítása lehet, hogy az utolsó, de a legnagyobb esélye most a magyarországi cigányságnak a felzárkózást illetően. Ön szerint kinek van a legtöbb dolga pillanatnyilag az operatív részével, a gyakorlati részével ennek a munkának, a helyi önkormányzatoknak, a roma közösségeknek, a tanult, képzett értelmiségi roma embereknek, az egyházaknak, kinek van a legtöbb dolga ebben az ügyben? Hát, ha van egy ilyen vállalás, amit az ország vezetése
az ország vezetését másik irányból irányító szervezettel, jelen esetben az országos önkormányzattal, akkor azt gondolom, hogy miután ez tiszta és világos, és egy olyan ügyről van szó, ami nem roma ügy, nem cigány ügy, hanem egy össztársadalmi belpolitikai súlyos kérdés, akkor minden tisztességesen, felelősen gondolkodó, magára valamit adó cigány, nem cigány embernek ebben van dolga és felelőssége. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb felelőssége és dolga mégis maguknak, az érintetteknek kell, hogy legyen. De van is körülöttünk nagyon komoly tudós társaságtól kezdve egyszerű cigány emberek, cigányok és nem cigányok is, akik ebben a munkában most beszálltak és segítettek. Azt kell mondjam, hogy először van érezhető konkrét eredmény a cigány ügyben. Az évek kérdése, hogy ennek látható eredménye is legyen? Én azt ígértem a legutóbbi találkozásunk során, azon a sajtótájékoztatón, amit együtt tartottunk Orbán Viktor miniszterelnök úrral, hogy jövő ilyenkor, azaz jövő nyár végére már visszafordítatlan eredmények lesznek. Farkas Lóriennel, az Országos Roma Önkormányzat elnökével és korábban Vona Gáborral, a Jobbik elnökével beszélgettünk a cigányság felzárkóztatásáról, a stratégiákról, a létező vagy nem létező stratégiákról, annak kapcsán, hogy volt egy parlamenti vitanap erről a témáról a hét első felében.